Krisztus királyt, Urunkat, aki a Szent Misében érettünk feláldozza magát. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, tornyot is épített. Majd vérbeadta szőlőmunkásoknak, és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a nekijáró részt a szőlő terméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét és szitták, gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is, ezt megölték. S még több más szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta, fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást. Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s csodálatos szemünkben. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Jézus szíve, szeretnék nekünk, segíts át az élet tengerén. A világnél fejem felett, legyen oltalban szegény szíved. Minden veszély előzzen mosolyod. Lelked megnyugszik, fogadd el az áldozatot az egész népért. Alleluja!
őrizd és szenteld meg örökségedet. Alleluja. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, árazd el szívünket kegyelmed bőségével. Engedj bíznunk abban, hogy szent fiat földi halála által, amire a titokzatos szentség emlékeztet, megadod nekünk az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden körül szent vagy. Jézus, kenyér színében, az oltán.
Krisztus királyt, urunkat, aki önmagát adja eled elől nekünk, jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, Kafarnaumban Jézus így tanított. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eled elől nekünk? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igéi. Ó, örök szeretet, nagy mélységet, megváltó Jézusunk, kegyes szíve. Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja. Angyalok kenyerét ette az ember, alleluja. Könyörögjünk, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Hirdet fejjel a
Királyt, Urunkat, aki az oltári szentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk, jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a te lelkedben! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor széthajtotta a tekercset, éppen arra a helyre találta, ahol a következők álltak. Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy a szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagóga szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik. Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az írás. Ezek az evangélium igéi. Mi imádással köszöntek, ó Jézus szent szíve, abban kóda bűnösöknek, egyetlen kaminek. Amen.
Testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg nekünk az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Tértet fejet, tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet.